A hajléktalanság, családi erőszak, szegénység elől menedéket keresők élnek a családok átmeneti otthonában, Nyíregyházán. Több kisgyermekes szülő is van köztük, számukra jelent nagy segítséget az a mini bölcsöde, amelyet a részleg közelében nyitottak meg néhány hónapja. Hogy a kisgyermekes édesanyák vagy szülők tudják hova tenni hivatalosan is a gyermekeiket, megőrzés és közben tudjanak menni, vagy ügyet intézni, vagy ha éppen munkát talál, akkor el tudjon járni. Ő is dolgozni, mert van, amikor egy nő hát egy-két-három gyerekkel egyedüli családfenntartóként kénytelen ezt megtenni, és ezt a családi bölcsödét indítottuk el, és azt gondolom, ez egy kicsi hétfős, illetve most bővült már még hétfővel, tehát ez egy kicsi, de rendkívül fontos kiegészítő szolgáltatás. Más feladat is bekerült az oltalom szeretett szolgálat tevékenységi körébe. Szintén ebben az évben indult el preventív jelleggel nevelőszülői hálózatuk. Az állami gondozott gyerekeket próbáljuk meg olyan nevelőszülőkhöz segíteni, ahol azért szeretetteljes légkörben minél kisebb sérülésekkel tudnak fölnőni. Az általános tapasztalatunk, hogy az állami gondozásból, illetve a nem jól működtetett nevelőszülői hálózatból nagyon sok kliensünk érkezik hozzánk, akik nem találták meg a kapaszkodót az életükben. A szeretett szolgálat intézményvezetője azt is elmondta, hogy anyagilag is jó év volt számukra 2019. Biztosan és kiszámítható módon tudták ellátni feladataikat.